Keveset tudunk a Rocksteady új játékáról, az Arkham Asylumot folytatni hivatott Arkham Cityről. Először körülbelül egy éve hallhattunk a készülő második részről, de akkor még Arkham Asylum 2 néven. A történet szerint az Arkham Asylumban az elmegyógyintézetet irányító Quincy Sharp, Batman helyett learatva a babérokat, megválasztotta magát polgármesterré. Viszont az elmegyógyintézet a Joker pucskísérlet alatt túlságosan lepusztult. Ezért Sharp egy merész húzással felvásárolta a Gotham szegények lakta területeit, beköltöztette az összes bűnözőt, majd fallal vette körül azt. A bűnözők szabadon élhettek odabent, egyetlen dolog volt megtiltva nekik, ez pedig a szökés. Amennyiben ezzel próbálkoztak, Sharp magánhadserege, a falat őrző Tiger alakulat azonnal lelőhette őket. Ez egyébként engem nagyon emlékeztet a B13 című filmre, vagy hogy egy ismertebb példával éljek a szökés harmadik évadának szonájára. A városbörtönt Sharp Arkham Citynek keresztelt el, és a hely hierarchiának legtetejére Hugo Strange-et tette. Strange a korábbi elmegyógyintézet pszichológusa volt, és azzal vált híressé, hogy pontos pszichológiai elemzést készített a köpenyes igazságosztóról, azt is állítva, hogy a fekete maszk mögött nem más rejtőzik, mint Bruce Wayne. Ebbe végül beleőrült, és többször kísérletet tett a sötét lovag elpusztítására, hogy utána ő maga lépjen a helyére. Batman egy időzített bombát lát Strange-ben, nem csak azért, mert az ismeri a valódi kilétét, hanem azért is, mert azt hiszi, hogy a miniváros igazgatója összeállt a rendkívül rossz bőrben lévő Jokerrel. Így aztán beszökik Arkham Citybe, ahol éppen akkor kerül be egy régi ellensége is, Harvey Dent, alias Két Arc. Két Arc úgy véli, azzal szerezhet magának leghamarabb tiszteletet, ha megöli a szintén bent lakó macskanőt. Batman viszont alkalmi társa segítségére siet, a történet folytatását pedig egyenlőre homály felé. Aminek kifejezetten örültem, hogy Arkham City városlakójaként Rebus is feltűnik, aki megint ellát minket néhány érdekes rejtéllyel. A játékmenet is nagy változásokon fog átesni az előző részhez képest. Például egyes helyeken Batman mellett irányítani tudjuk majd a macskanőt is. Az előző rész minden kütyűjét megkapjuk a játék kezdetekor, valamint új fegyverekkel is bővül majd arzenálunk. Harc közben lehetőséget kapunk rá, hogy egyszerre több ellenfél támadását is blokkolni tudjuk majd, és valószínűleg a korábban említetteken kívül olyan híres szuperbűnözők is tiszteletiket teszik majd a játékban, mint Jégcsap, a Pingvin, Talia al Ghul, vagy Sionis. De ami a legnagyobb változás lesz, hogy az előző játék lineáris menetét eldobva, készítők tágabb játékteret adtak a játéknak. Hogy mindezt hogy fogják véghez vinni, az már csak a jövő évben derül ki, és mivel engem a 2010-es évben több csalódás is ért a játék folytatásokkal kapcsolatban, úgy mint a Mafia 2 vagy a Force Unleashed 2, ezért remélem, hogy a készítők betartják az ígéretüket, és nem Arkham Asylum más felett kapunk, hanem egy tisztességes folytatást. TJ voltam, sziasztok!